huszáros tisztelet! Csárdás kis angyalom, katona hírede! Tóni, de ez nem háborúpárti dal. Pár Péterék is ezt énekelték. A megnyitón a félnótásokkal, vagy énekesekkel. Marika vagyok, borkóstoló, prezident. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a tusványosi Fidesz, vagy békepárti fesztiválról. Sokként a Puzsér és Ábrahám Róbert ügyben szeretnénk leszögezni, hogy a békepárti kormány nevében mindenfajta erőszakot elutasítunk, és kiállunk az áldozatok mellett, kivéve, ha nőkről, gyerekekről, vagy férfiakról van szó. Jó, nem, most csak ennyi jutott eszembe, Tóni. Jó, akkor itt most ezt lezárhatjuk. Az ügy kapcsán fontos megemlíteni, az Ábrahám Róbert által kivitelezett pofonocska volt olyan nagy. Puzsér Róbert pedig ugye keperti férfihoz egyáltalán nem illő módon. A rendőrséghez fordult, feljelentést tett, amit mi teljes mértékben utasítunk. Az apa férfi, az igazságszolgáltatás pedig nő. Nek. Való. Akik viszont egyáltalán nem szoktunk segíteni. Hát összefoglalva, ki ma Magyarországon gondolja, hogy a testi épségét törvények védik, az nő. Ők pedig nem férfiak. Ez nem annyira bonyolult, nem tudni? No gender. Minden pártatlanságot megelőzve, Puzsér Róbert klasszikus háborúpárti módon kelte a békét, provokálta a rendőrséget a feljelentéssel, mi pedig a provokáció minden formáját elutasítjuk. Ha törvényességről van szó. Jó hírrel is szolgáljunk, Bajár Zsolt újra szerelmes, sok boldogságot neki. Be az édesanyjába, most az ő dolga, Tóni. Mit viccelt? Viccelt, hogy az édesanyjába? Azt hittem, hogy végre boldog a Zsolti. Hogy akkor most vége lesz ennek a feszültségnek, meg gyűlöletnek ne van, hogy most boldog. Hát ebben a vicc, hogy bárkit lehet szeretni. Vicces, ez jó. Én nem tudom, hogy a Zsoltának ilyen jó a humora. Fontos ezen kívül megemlíteni, hogy a felröppent hírekkel ellentétben nincs ok az aggodalomra. A kínai elvtársainktól kapott kis összeg egyáltalán nem jelentős mértékű. 1 milliárd euró, Tóni. Azért annyira nem sok. Ez 2 hónap, hogyha megtolod. Elkölteni, nem visszafizetni. Ez 1 milliárd eurós, nem tudjuk milyen konstrukcióban felvett, ilyen-olyan kamatos hitellel. Az államadósság éppen hogy csak egy icipicit nő, pontosan 1 milliárd euróval, ami egyáltalán nem sok, hanem kevés. Államadóságon ez már nem osztom szoroz, hanem hozzáadódik. Végezetül örömmel jelentjük be, sikeresnek bizonyul a Kásler Miklós által meghirdetett program, amelynek keretein belül hónapok alatt visszahozzuk minimum 30 évvel, kb. 50 évvel ezelőtti állapotokat több ágazatban is Magyarországon. A sikeres programnak köszönhető újjóly van, lekapcsoljuk a légkondicionálókat, így nem lesz többet vita. Továbbá a korlátlan mértékben és ellenőrzés nélkül várjuk szánkba az orosz vendégmunkás barátainkat. Eddigi sikereit mutatja, hogy az oktatásban a béreket tud visszaállítani 30 évvel ezelőttire. Diákokra is kiterjesztjük, iskolai telefonhasználat betiltásával. Nagyon káros amúgy a képernyőidőt, Tóni. A 18 éven alattiakra nagyon-nagyon káros. Gondolod, de 16 évesen telefonozik, nem használják már a kézírást, érted? Pedig iszonyatosan kell ahhoz, hogy a digitális világban boldogulni tudjanak. Továbbá a program egy fontos állomásaként a légi közlekedésnél is arra törekszünk, szigorúan annyi járatot indítson el, amennyit 30 évvel ezelőtt. Függetlenül attól, hogy hány van kiírva. A piacot is megreformáljuk, államilag támogatott kölcsönökkel lehet majd a magyar családoknak jurtát vásárolniuk, mert hogyha a magyar ősember, Hunormagor, 7 vezér, réges-régi magyarok most elérdegeltek abba, akkor mi is el tudunk, nem? Majd nem mi, te, hogy is nem mi, de az emberek, akik használják az állami egészségügyet, meg ezeket tudod. Meg iskolába járnak. Stand-up 30 évvel ezelőtt is volt, úgyhogy gyertek el a stand-up estembe, és írjátok meg, hogy mondjuk a Ford President.